kapuit mindenfelé, amerre lehetnek kapcsolódásai a sporttársadalom meg a nem sporttársadalom felé. Ezért hívunk el jótékony céllal, közösségi céllal dolgozókat, ezért nyitunk más sport, más a futball környékén lévő sportágok felé, és ezért nyitunk minden évben egy kaput valamelyik másik sporták felé, testő és sporták felé. Be szeretnénk mutatni, hogy valójában, ha most nem ezen a sajtótájékoztatón ülnénk, hanem egy másikon, akkor azt mondanám, hogy majdnem, hogy mindegy, hogy egy gyermek mit sportol, vagy egy fiatal mit sportol, a lényeg az, hogy mozogjon, hogy edzze a testét, a lelkét, a szellemét. És azt akarjuk bemutatni a foci fesztiválon is, hogy mi örömmel, a futball örömmel látja a többi sportágat. Nem veszélytársat lát benne, nem versenytársat lát benne, hanem partnert lát benne. Olyan partnert, akivel közösen tudunk a fiatalok felé azzal az üzenettel fordulni, hogy sportolni jó. Idén a krikettet hívtuk meg, ahogy említettem, 2 éve a sakkot, tavaly tudott, és bízom benne, hogy egy picit a foci fesztivál is hozzá tud járulni ahhoz, hogy ez a sportág, amelyik valójuk a Magyarországon már kevéssé ismert, népszerű és ismert legyen. Köszönöm, hogy köszönöm, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lehetünk, és ez is játszhatunk majd ezen a fesztiválon, és azt mondom, hogy a legfontosabb elemennek az dolog, hogy valóban fesztivál legyen. És úgy képzelünk, hogyha ez a szüvesterületet kapunk, akkor ott elvonultatjuk az eszörénysek, és hozzuk azokat az eszközöket, amivel elérhetünk azt, hogy mindenki valóban sportolhassa. Na most nagyon triviális az összetés szeretnénk teremteni a térsportát, segítettük az elsősorban a magyar válogatott csapatkapitán Mentor Ekondi, akinek egyébként képzett futballedző is. Ez a két sport nagyon hamar összeköszön egymással, és csak egy kis élményemet szeretném átmondani. Van két ilyen ország, Londonban a Világszövetségnek a konferenciáján, ahol megtekintettük az Európa Bajnokság döntőit, és végeztük a szüvetlen családok, gyerekek, szülők ugyanazon a pályán, ahol a véresen komoly olaszán döntött volt évben, bementek és játszottak. És mindegy, hogy kiket összek, nem volt a pontodatra is, és egy nem tudom, hangulat alakul neki abban a fél órában, még a kérdező volt. Amit szeretnénk elhozni Magyarországra, és szeretnénk azt, hogyha ennek a világ második legnézettebb sportágának, mert körülte melyik az első, ennél az asztalnál ülve, meg lenne az a kapcsolódása és az a hangulat, hogy valóban ilyen fesztiválok tömege lehessen országosan, és játszanak a gyerekek is. Ha már ezt elértük, ilyen nyugodtan mehet.